fekete zászlót lenget a szél a tarpai egészségház falán. A bejáratnál mécsesek égnek a település házi orvosának arcképe előtt. A 45 éves palesztin származású doktor 12 éve dolgozott a nagyközségben, köztiszteletben álló kedvelt ember volt a lakosok körében. Most nem csak őt, feleségét és két kisgyermekét is gyászolja tarpa. A négytagú családot holtan találták meg budapesti lakásukban, szénmonoxid mérgezés végzett velük. A beregi település polgármestere azt mondja, nem csak egy orvost, hanem egy barátot, ikont veszítettek el. Most egy picit megállt a település lakosai, dolgozói, a környékbeli betegei. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki egy hihetetlen esemény és egy felfoghatatlan tragédiát próbál feldolgozni, de úgy érzem, hogy most megálltak az emberek, és egyszerűen csodálkozva néznek, hogy hogy történhet ilyen esemény egy ilyen nagyszerű, komoly, szeretetben élő családdal, és ugyanezt kapta a településtől is, és mi is ezt kaptuk vissza. Ezen a márciusban kitett papíron az oltásban vállalt aktív munkájáért mondott köszönetet az orvosnak tarpa polgármestere. Mint mondja, az öt másik településsel közös központi ügyelet kiépítésébe és működtetésébe is nagy energiát fektetett a doktor, akinek az egészségházban kialakított szolgálati lakás volt a tarpai otthona. Vasárnap ő ügyelt volna, de már péntek óta nem tudták elérni telefonon. Nagyon sokan hívták, meg írtunk, még én is írtam neki, hogy adj ját magadról, vagy valami más baj van. Ugye az ember ilyenkor mindenre gondol. Eltűntként keresték, végül hétfő este találtak rájuk. Üres a rendelő várója, mind a betegeknek, mind a vele együtt itt dolgozóknak fájó az orvos hiánya. Jó ember volt, segített akárkin, mindegy volt neki, milyen származású, milyen éjszaka hívták ügyeletre, rosszul létre, onnak nem volt olyan, hogy nem megy ki valakihez. Mécsesek és gyertyák tucatjai gyújtották meg kedden este a rendelő előtt. Falára fotókat vetítettek az orvosról és családjáról. Nem csak itt, Beregdarócon is emlékeztek rájuk.